F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, és Hubai Imre, a Jászlanykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke megkezdte a kínai testvérrégióból, Shaanxi és Henan tartományokból érkezett egészségügyi maszkok szétosztását. Az 50 ezeres adomány maszk felét a turisztikai vendéglátó ágazat szereplőinek juttatják el, akinek saját maguk kell gondoskodni a védőeszköz beszerzésről. Ugyanakkor jogszabály által érintettek vagy kötelezettek a viselésükben és sok vendéggel találkoznak. A Bátszalókon Balogh Gyula polgármester vette át és köszönte meg az adományt. Vírushelyzet alatt is igyekeztünk megfelelő módon védekezni. Sok-sok munkatársunk, gyermekintézményeknek a tagjai a munkavégzésüket arra fordították, hogy helyben vartak maszkokat, amelyeket olyan körülbelül 5000 maszkot sikerült varni. Ezeknek jó részét kiosztottuk elsősorban az egészségügyben dolgozóknak, a szociális területen dolgozóknak részére, úgyhogy minden ilyen segítség a jövőbeni védekezés kapcsán nagyon jól jön, különösen itt a turizmus területén, hiszen ő rájuk még az előző időszakban nem fordítottunk olyan nagy erőt, hiszen a szezonja most van a turizmusnak. Hubai Imre közgyűlési elnök a következő napokban megyénk 23 településén osztja szét az adománymaszkokat. Shaanxiból, Kínából, egy testvérmegyéntől kaptunk egészségügyi maszkfelajánlást, és ezt a maszkfelajánlást olyan szolgáltatónak szeretnénk itt a Tisza-tó térségében szétosztani, ahol kötelezettek a szolgáltató alkalmazottjai arra, hogy maszkot viseljenek, viszont támogatást hozzá nem kapnak, és mi gondoltuk, hogy a turisztikai szolgáltatók beindulását, újraindulását megnehezítette a COVID járvány és aznak a következményei, ezért elsősorban őket szeretnénk ezzel az adománnyal támogatni, és már 1200 ilyen egészségügyi maszkot adományoztunk az Abátszalóki strandnak, és nagyon bízunk abban, hogy ez minden dolgozó és minden ide látogató vendég egészségéhez hozzájárul. És ez még csak a mai nap, tehát ez folytatódik tovább a jövőben is. Nagyjából 25 ezer maszkot tervezünk itt a Tisza-tó térségében, a Tisza-tó térségi turisztikai szolgáltatóknak szétosztani. Ezen kívül pedig tervezzük azt is, hogy a fővárosnak olyan kerületeiben, ahol rászorulók nagy mennyiségben igényelnek ilyen maszkot, és anyagilag nem tehetik meg ezt a terhet, nem tudják vállalni, valamelyik budapesti kerület, mi ahogy látjuk, Csepel lesz az a fővárosi kerület, amelyiknek a lakosai ennek az adománynak a következtében nagyobb biztonságban, magasabb életminőséggel vághatnak bele a sajnálatos módon egyre közelebb megérkezni látszó második COVID hullámnak. Megyében 23 települést érint ez a kedvezmény, és úgy gondolom, hogy nem csak a szolgáltatók, hanem vannak olyan rétegek, olyan társadalmi rétegek, akik szintén igénylik a figyelmet, igénylik a törődést, tehát elképzelhető, hogy rászoruló családoknak, rászoruló rétegeknek is, és akár szociálisan, akár gazdasági, akár teljesebb helyzetben, lemaradóban lévő településeknek a lakosságát is segítjük majd ezekkel a maszkadományokkal. Én úgy látom, hogy nagyon jól esik nekik a figyelem. Minden törődés nagyon jól esik, ami gyakorlatilag az itt foglalkoztatottak, az itt működő vállalkozások és az önkormányzatok egységét is tovább kovácsolják, és a Tisza-tó térségi fejlesztési tanács is és a turisztikai kerekasztal is elkötelezett abban, hogy ezeket a szolgáltatókat minden lehetséges eszközzel segítse, mint ahogyan az eddigi években is ez jellemző volt, ezután is, és ahol tudunk, ott segítünk most ezekkel a maszkokkal. F. Kovács Sándor képviselő elmondta, még az ő megyei közgyűlés elnöksége idején vette fel a kapcsolatot a két megye. S nagyon jó együttműködés alakult ki ez a két testvér megye és Jászlanykun-Szolnok megye között. Azokkal a testvér megyékkel, amikkel még annak idején mi megyei elnökként én vettem fel a kapcsolatot, és egy nagyon jó együttműködés alakult ki. Ez a két testvér megyénk több tízezer maszkot ajánlott fel Jászlanykun-Szolnok megyének, és ezeket a maszkokat osztjuk szét turisztikai, egészségügyi szervezeteknek, hiszen vigyázni kell arra, hogyha jön a második hullám, ami már a környező országokban itt van, akkor azok az emberek, akik nagyon sok emberrel találkoznak, akár a turizmusban, akár a vendéglátásban, rendelkezzenek jó védőfelszereléssel. Nem csak települések, hanem turisztikai szolgáltatók, hiszen itt a nyáron nagyon növekszik a turista forgalom, nagyon sokan jönnek ide, és nem lenne jó, hogyha akár itt a Tisza-tó környékén alakulna ki, vagy ezeken a turisztikai vendéglátóhelyeken alakulna ki egy vírusgóc. Tehát vigyázni kell a dolgozókra, vigyázni kell az idejövőkre, és vigyázni kell az itt élőkre is.
Nekünk nem csak a mai napra, nem csak a pillanatnyi jelenre kell figyelni, hanem arra is, hogy mi lesz egy-két hét múlva, néhány hónap múlva. Nekünk vigyázni kell az itt élők egészségére, és nagyon örülök, hogy ebből a kapcsolatból védőfelszerelések tudtak ideérkezni, és ezeket szét tudjuk osztani, tehát jobban tudunk vigyázni a helyben élőkre, az itt lakókra is. Mindenki ki van téve a megfertőződésnek, és én azt gondolom, hogy a magyar lakosság fegyelmezett volt, a magyar lakosság betartotta azokat a óvintézkedéseket, amiket a kormány kért tőle. Most azt látom, hogy itt a nyár egy kicsit lazábban kezeli mindenki, de legyünk óvatosak, hiszen mutatja akár a környező országok, Horvátország, Románia példája, hogy újból Szerbia példája, hogy újból berobbanhat a vírus, ha nem vigyázunk és nem leszünk elővigyázatosak. Tisza Szent Imrén, Kocúrné, Tóth Ibolya polgármester köszönte meg az adományt. Elmondta, a járvány idején több ezer maszkot vartak ők is a dolgozóknak, lakosoknak. Valóban mindennek helye van. Annak idején a járvány kitörésekor nem tudtuk beszerezni a maszkokat, és hozzáfogtunk. Talán először itt a térségben anyagot vettünk, önkéntesek vállalták azt, hogy megvarják, és akinek igényelte tőlünk, az maszkot kapott. Volt ebből egy kis gond, hogy mi az, hogy igényelni kell. Egy Facebook vita is volt ennek kapcsán. Igazából volt, aki azt mondta, hogy adjuk annak, aki rászorultabb, adjuk a kereskedelembe dolgozóknak, az idősek otthonába dolgozóinak, tehát aki kérte, annak adtunk. A végén aztán mindenkihez eljuttattuk, hogy ne legyen ebből feszültség. Örülünk az adománynak, reméljük, hogy nem kerül erre sor, hogy nagy mennyiségben újra használni kell a maszkot, bár megjegyzem, hogy fontosnak tartom. Tehát jelenleg is közintézményeinkben, kereskedelmi egységekben minden Tisza Szent Imrei fegyelmezetten fölteszi a maszkot, ezzel is védve magát, másoknak az egészségét.